Egyhangúlag fogadta el a megyei közgyűlés azt a határozatot, amelyben aggodalmukat fejezi ki a nemrég elfogadott ukrán nyelvtörvénnyel kapcsolatban. A kárpátaljai magyarokat ugyanis hátrányosan érinteni ez az új törvény, hangzott el a testület ülésén. A téma Veres János szocialista képviselő javaslatára került napirendre. Úgy gondoljuk, hogy komoly veszélyt jelent az elfogadott nyelvtörvény a Kárpátalján élő magyarok számára, és úgy gondoljuk, hogy komoly veszélyt jelent arra az együttműködésre, ami kialakult Kárpátalja és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye között. A témát azért vetettem föl a közgyűlés során, mert azt gondolom, hogy Magyarországon nem csak a kormánynak kell ilyen esetben lépnie és reagálnia, hanem aki még illetékesebben helyi szervezetként, mint a mi közgyűlésünk is, el kell, hogy mondja véleményét, hogy ez nincsen rendben, amit ott most elfogadtak, és az nincs rendben, amit be akarnak vezetni, és szerintem kell találni olyan megoldást most menet közben, hogy ne szülessen olyan döntésként, hogy egyébként az orosz ellenesség miatt megfogalmazott törvény az a magyarokat sújtsa, meg más kisebbségeket is értelemszerűen. Szerintem érték, ami kint van magyar nyelv oktatásban, érték, ami kint van a Rákóczi Főiskolán a folyóoktatásban, érték az, hogy a lakóhelyükön, a születéshelyükön tudnak magyarok magyar nyelven tanulni. 2262 kilométer hosszú közutat, 130 kilométer autópálya szakaszt kezel a Magyar Közút Nonprofit ZRT megyei igazgatósága. A szervezet részletesen beszámolt az előző év közutat érintő és már elkészült fejlesztéseiről, kiemelve többek között azokat a például 4-es számú főutat 471-es szakaszt, a Nyírbátori és Kisvárdai körforgalomépítéseket, amelyekkel jelentősen javult a megye közúthálózatának állapota. A képviselők több olyan lakótérségeikben kamionforgalommal terhelt csomópontnak vagy frekventált közútnak számító szakaszról kérdezték a szervezet igazgatóját, ahol korszerűsítésre lenne szükség. Nagyon sok olyan kérdést kapott a megyei közútkezelő, ami nem is biztos, hogy az ő területe. Elmondtam, hogy ők még csak nem is hozott anyagból dolgoznak, hanem kapott anyagból. Tehát az a dolga a megyei politikusoknak, hogy lobbizzanak, hogy minél fejlettebb legyen a megyei úthálózata, végre valósuljon meg a megyénken keresztül a kelet-nyugati, akár tranzitforgalom is autópályán. És hát azt tudom mondani, hogy ebben a körben is nagyon sokan hozzászóltak, és a mi megyei szervezetünknek a munkáját magas szintűnek értékelem, hát a központi támogatás az lehetne nagyobb is. 2018-ra, valamint az uniós költségvetési ciklus végére hazai és nemzetközi támogatással tovább javulhat a megye közútjainak minősége. A TOP esetében nagyon fontosnak tartom, hogy a Nyírbátor autópálya összeketetés a TOP keretéből megvalósulhat. Ez év októberében ez a beruházás reményeink szerint el is kezdődhet, erőmény és közbeszerzési eljárás esetén. A másik, ami talán a napnak a fejleménye volt, hogy az előző napon jelent meg éppen a magyar közlönyben az a kormányhatározat, amely elrendeli az M49-esnek Máté Szalkáról, ugye Szatmárnémeti bevezető közlekedési fúrnak, amely a megye jelenleg legkritikusabb közlekedési útvonala, ennek a tervezésének az elrendelését. Így itt egy nagyon komoly akadály van még, a határ meccési pont kijelölése Románia felé, mert mindenféleképpen sürgetni kell a román partnereket, hogy minél előbb jelöljék ki a határ meccési pontot, és akkor a tervezési munka eredményre vezethet. 2017. július 23-án Tuzsér és Komoró között egy veszélyes anyagot szállító kamion felborult. A baleset következtében a sofőr a helyszínen meghalt. A gyors és szakszerű beavatkozásnak köszönhetően a szállított veszélyes anyag nem került a levegőbe, idézte a történteket napi rendelőtti felszólalásában a polgármester. Kértem a közgyűlést, hogy támogassa azon kezdeményezésemet, amelynek értelmében a közgyűlés él a felteresztési jogával, illetve a döntés kezdeményező jogával, és ennek értelmében sikerül kitiltani a magyar közutakról ezt a veszélyes, ennek a veszélyes anyagnak, az etilénoxidnak a szállítását, és mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ezt a veszélyes anyagot csak vasúton lehessen szállítani Magyarországon. A közgyűlésen szóba került két megyében lévő mentőállomás leromlott állapota is. A két legrosszabb mentőállomás az Vásárosnami és Kemecse, ez épület infrastruktúra tekintetében, ezen szeretnénk változtatni. Ahhoz, hogy ezen tudjunk változtatni, az önkormányzatoknak is segíteni kell ennek a problémának a megoldásában. Mi egy helyzetértékelést, a helyszín kialakítását fogjuk elkészíteni, egy komoly szakmai anyag van
készülében. Amikor ez elkészül, akkor az érintett testületek ezt jóvá fogják hagyni, majd pedig szeretnénk behozni a megyei közgyűlés elé, de továbbiakban is tájékozódunk, hogy a megyében van-e más akut vagy esetleg olyan jellegű probléma, amely felszínre kerül ennek kapcsán. A testület elfogadta a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei települési szilárd hulladék gazdálkodási program megvalósításának jelenlegi helyzetéről szóló tájékoztatóját is.